készítette 13 négyzetméteresen feles redukció. És készítette egy ilyen nagyon kicsit is róla, tehát erről három is van. De az eredeti az 26 négyzetméteres, ami most Kanadában van. Vissza kell, hogy mondjam a június 6-i tárnak vezetést, mert nem hozzák haza. Nem hozzák haza, és azt hallottam föl is, hogy a Debreceni déli húzamon, hogy csak októberre lesz. Hogy miért kell lesz fél évben, ezt nem értem, főleg, hogy már ki is fizették a vételárat, de nem tudunk elmenni júliusban. Megnézik hát ősszel megyünk majd, akkor a www.oltalmalatokány.hu honlapon lehet megnézni. Tehát ezzel a festménnyel indítunk most, a év alkalommal a trilógiának sorrendben második, időrendben második, de tematikus rendben harmadik festményével fogunk foglalkozni. A Golgota, ez csak a mi címünk, Munkácsi nem ezt a címet adta neki. Majd meglátjuk, hogy meg. Amikor a Munkácsi Magyarországra jött, és mind a két festmény, illetve az első festményt hozta, olyan hatalmas ünnepésben részesült, szinte minden nap díszfogadások látták, hol a budai bárban, hol a Érseki palotában, hol a miniszterelnöknél, hol máshol. Itt áll a megilletődött Munkácsi és hallgatja a nagy beszédeket, hogy ő a hazának a legismertebb embere, egy korabeli rajzon örökítették ezt meg, akkor még a fotózás nem volt elterjedve. És Munkácsitól mindenki azt kérte, hogy ha egy ilyen világhírű festményt megfestett, mint a Krisztus Pilátus előtt, hogy folytassa tovább. Mi legyen a folytatás? Úgy gondolta Munkácsi, hogy a Golgota. De mondom, nem ezt a címet adta neki, majd meglátjuk, hogy mit, de az első rajz, ami fönnmaradt, ahol csak néhány vonallal lerajzolta, már itt egy nagyon nagy érdekességet észrevettünk. Mit tesz meg gondolni, mint? Aztán, amikor a másodikat megcsinálta, itt is ugyanazt látjuk. Mi ez az érdekes? Jézus alakja szemben volt, valamán oldalról. Jézus alakja a Golgota. Azt tetszik mondani, hogy, hogy Jézus nem annyira frontális van, már kicsit megfordítva. Vagyis, na de miért gondolt, hogy ilyen félkörívben csinálja meg a három keresztet? Mennél kevesebb helyet foglaljon el, mert ez csak egy egyharmados rész. Ismét az aranymetszés. Azért akarta, hogy csak ez egy kisebb helyet foglaljon el, pedig ez a jelentőség teljesen esemény, mert a hangsúlyt ide akarta helyezni, de egyelőre még egész pontosan nem tudja, csak a színvázlaton. A színvázlatnál már ott eldöntődött, tehát hogy félkörébe csinálja meg a három feszületet. A hóhér alakja lesz a térrel választó, hogy megy haza a létrával. Ez az egyharmad, ezt külön is megfesti. Következő kérdésem, hogy ezt külön megfestve hol helyezték el? Annyit mondok könnyenítésül, hogy ezt, csak ezt így, tehát enélkül, csak ezt megfestve egy nagy magyar államférfi magzólagmában helyezték. Kihalt meg ebben az időben egy jelentős magyar államférfi, aki először a Monarchia külügyminisztere volt, később miniszterelnöke is volt. András Gyula. Hol temették el Andrássy? Tetszettek-e ott lenni? Mert innen nem messze. Így van, Tőketelepes. Szlovákia, hogy átmegyünk itt Sátorai Jomitejnél a határon, ki van írva, hogy Trebišov. Ez a Terepes. Na most ott áll az Andrássy családnak a mauzóleuma, és az özvegy arra kérte Munkácsit, hogy csak Jézust a két keresztre feszítette, ezt a férje, mint egy síremléke mögé szeretné elhelyezni. Ezt Munkácsi külön meg is festette, és ezért nevezik ezt Terepesi kálvániának. Ez a... Itt viszont Munkácsi világosan közli, hogy a nagyobbik rész miért ide szállja. Mit teszem gondolni, miért?
Utána fest még egy ehhez hasonló színvázlatot, és itt is ez a helyzet. Teljesen ugyanez a helyzet, és ez lesz majd a végleges festmény. Ezt egy album volt, tehát ez az album kettéhajtása, de legalább mutatja, hogy hol van a fedezőpont. És itt már teljesen világos, hogy a hóhért is beleértve, és ezt az álmodozó fiatalember, itt van egy külön csoportozat, amit körbe tudunk határolni, hogy egyenlő, lelkületű emberekből áll. Itt kezdődik ezzel a vallási főemberrel egy másik csoportozat, ez is egyenlő lelkületű emberek, bár némileg leszakadva, de lényegileg ide tartozik ez a futó alak is. És van egy harmadik csoport is, holnap. És mi ennek a három csoportnak a szerepe? A három nőtt. Hát egyrészt, hogy a fő alak, aki itt ül a lovon, ő a harmadik csoport fő alakja, és a harmadik csoporthoz tartozik még ő, ő és ő. De az biztos, hogy ő a fő alak, mert hogy ránézzük a festményre, Krisztus mellett ez az arab lovas köti le a figyelmünket. Munkácsi nem csak a négy evangéliumot olvasta el, hanem hol található a Bibliában arra vonatkozólag a jelentés, hogy Jézus keresztáldozatához akkor is, meg azóta is háromféle módon viszonyulnak az emberek. Az emberek egyik része úgy tekint Jézus keresztáldozatára, hogy bolondságnak tartja. Én mondjuk bolondságnak tartja. Nem foglalkozik vele, közönyös, unott, mintha ma valaki azt mondja, hogy hagyjatok ezzel békén, ezzel egy mondatot nem akarok erről mondani, se gondolni. Engem a vallás nem foglalkoztat, a hit nem foglalkoztat, Jézus nem érdekel. A Biblia azt mondja, hogy minden ember, akár hisz Istenben, akár nem, Krisztusnak köszönheti az életét. Minden ember. Teljesen mindegy, hogy ateista, mohamedán, keresztény, vagy teljesen. Ha Krisztus nem adta volna oda az életét, senkinek nem lenne joga élni, és senkinek nem lenne joga reménykedni a feltámadásban és az örök életben. Mindenki Krisztusnak köszönheti a betevő falatját, a pohár vizet, amit megiszik, azt, hogy levegőt vehet, hogy holnap még fölkelünk. Nálam nélkül semmit nem cselekedhettek, mondta János 15. fejezete szerint Jézus. De az emberek egyik része bolondságnak tartja ezt az egészet. Unottan elfordul, álmélkodva odanéz, vagy pedig majd látjuk kinagyítva ezeket a figurákat, hatalmas közönítés, részvétlenség rít le az arcokról. Bolondság. A másik csoport botránkozásnak tartja. Megbotránkozik, hogy hogy lehetne megváltó az, aki hagyja magát keresztre feszíteni. Mert hogy mi egy nagy megváltóban hiszünk, egy zsidó nemzeti hősben, egy politikai vezérben, aki felszabadítja az országot, tehát itt lesz a második csoport. Hol beszél erről a Biblia, hogy az emberiség egyharmada, egy része bolondságnak tartja, a másik része botránkozásnak. Mi, akik hiszünk, nekünk az Isten ereje. Hol van erről szó? Mert Munkácsi ezt megismerte. Én is oda kérem a hallgatókat, hogy forduljanak, ahonnan ezt Munkácsi megismerte. Ez Pál apostol első korintusi levele első fejezetében olvasható. Az emberek egy része bolondságnak tartja Jézus magának, másik része megbotránkozik rajta, a harmadik része pedig mi, akik hiszünk, így mondja Pál, mi, akik hiszünk, nekünk az Isten ereje. Nekünk ezáltal az Isten erőt, hogy követni tudjuk Jézust, hogy ugyanolyan életet tudjunk élni, amit Jézus bemutatni jött erre a földre. Tehát Munkácsi ezért választotta ezt a szerkezeti elrendezést. Ilyen szempontból egyedül festette meg ő így az egész festészet történetében. Ennek a témának 100 és 1000 feldolgozása van, de ezzel senki nem gondolkozott el. Meg kellett oldani a Munkácsinak azt is, hogy Jézus halála 31 tavaszi nap, ilyen áprilisi nap, első hónap, Abib hónapja volt, vagy Nisán hónapja, 14. napján halt meg, déli időben.
délidőben sötétséget kellett ábrázolnia, mert azt is leírja a Biblia, hogy sötétség borult a földre. Isten sötétségbe borította a Golgotát és Jeruzsálemet, mert gyászos nap volt ez, hogy a világ teremtőjén megölik. Tehát ez festészetileg megörökíteni, hogy déli nap fény, viszont sötétség borul rá. Itt van ez a kellemetlen Golgota, ami nem csak egy kivégző hely volt, mint Kokonya hely, hanem ez egy szemét lerakodó hely is volt, tehát ez egy elég visszataszító környék volt. Itt hátul is, ha ott majd Debrecenbe közel állunk, itt is különböző visszataszító, hát ilyen város széli tájat ábrázol, viszont az egész festményt a sötétből kivilágosítja itt a horizonton, és annál inkább erősen, hogy a Balatonnak fekete a ruhája, és ahhoz képest a fehér, minthogyha már a harmadnapi feltámadás ígéretét közölné, tehát rajta van a festményen ez is. Megint nagyra törő terve volt Munkácsinak, 3 évig dolgozott ezen a festményen, 34 négyzetméter, a trilógiának a legnagyobb darabja van az előző kettő, 26-26 négyzetméter, ez 34. 1884 húsvétján mutatták be Párizsban, és utána elindult Brüsszel, Amsterdam, Berlin, Varsó, Bécs, Budapestre is eljutott az előző képpel együtt, tehát mind a két kép ment a maga útján. Most fogom kinagyítani a kép egyes részeteit, tehát megnézzük most a jobb oldali részét, közel megyünk a jobb oldali részhez. Itt van a katona, miért van Dárda a kezében? Tehát ő vizsgálja meg, mert olyan gyorsan beállt Jézus esetében a halálra. Ugye tudni kell, hogy ezt a kivégzési formát, a keresztrefeszítést a perzsák találták ki. A rómaiak tőlük vették át, de általában egy keresztrefeszített ember 2-3 napig bírta ezt a függeszkedést. 2-3 napig. Már sokszor a madarak lehúztak a testéből, de ő még mindig ott kiszembe lett, mert vagy oda kötözték, vagy pedig egy ilyen talpazatot tettek a lába alá, tehát csak akkor halt meg az ember, amikor a gravitációnak megfelelt, tehát már nem bírta magát tartani, ez egy óriási munka így tartani magunkat. Tehát 2-3 nap után már szétfeszült a test, a tüdő szétment, és tulajdonképpen egy fulladásos halál légszomi végzett az emberekkel, ez borzalmas volt. Ennél csak a törökök találtak ki borzalmasabb kivégzési módot a kalulahúzással, mert ott is 3-4 napig szenvednek az emberek. Ez azért visszataszító, mert itt kéjelegni akartak abból, hogy valaki mennyit szenved, hogy nem rögtön hal meg, mint a villamos székben, vagy amikor lelőik, vagy lenyilazzák, hanem 2-3 napig szenvednek ezek a szerencsétlen emberek, viszont Jézusnál olyan gyorsan beállt a halál, hogy hihetetlen volt. Ezért jött ez a római katona, és az oldalába szúrta, és vér és savó, tehát már kicsapódott a vér és a víz, akkor lehetett látni, hogy Jézus valóban meghalt. Ki tudja, hogy mit csináltak a 2 latonral, hogy sietessék a halálukat? A lábszár csontjait törték el. Miért? Hogy kivéreztessék. Tehát ők bírták volna 2-3 napig, de pénteki nap volt, mint ma is, a szombati nap a szent nap volt, tehát szombaton nem lehetett kint hagyni a nyugalom napon, az ünnep napon embereket, és ezért úgy sietették a halálukat, hogy így összetörték a csövüket, és így kivérzett a testük, és így sietették a halál. Kegyesek voltak velük, mert ha ezt nem teszik, ők 2-3 napig kint szeretnek. Másik szereplő, János apostol, miért van vörös ruhában? Vörös minek a színe? Vörös az a szeretetnek a színe. Lehet persze a vérengzésnek, vagy a harcnak, az öldötésnek a színe, de a szeretet tanítvány János apostol már a korai középkortól mindig egy ilyen teljes vörös ruházatban szerepel. Egyedüli tanítvány, aki végigkövette Jézust. Péter már megtagadta a főpap udvarában, ő elment. A többi tanítvány pedig még oda sem mert elmenni, tehát általában féltek az emberek. Még a tanítványok is gyávák voltak. János azonban, mint fiatal apostol,
végigkövette Jézus egész a keresztályt, ő rábízta az édesanyját Jézus, mert az édesanyjának fiúgyermeke nem volt, lánygyermekekre meg nem szokás hagyni édesanyát. És János apostolnak azt mondta Jézus, hogy imbol a te anyád, Máriának azt mondta, hogy imbol a te fiad. Máriától bal oldalra Mária Magdolnát látjuk, Magdalai Máriát, a kinagyítva is látjuk. Érdekes lesz ez a nagyon hangsúlyos, mind a két karját szétterjesztő, és a két kézfejével és a kinyíló arcával fölfelé tekintve tulajdonképpen egy lelkesült, mondhatnám egy újongó pillantás. Az én megváltó, aki helyettem meghal. Itt van a jobblator, most mindjárt ki fogjuk nagyítani, és itt van a ballator, majd megkérdezzük, hogy itt sincs köterék, itt miért vannak köterékek. Nézzük először a ballatot. Amikor Jézus keresztre feszítették, az első szava ez volt, Atyám, bocsáss meg nékik, nem tudják, mit cselekszenek. Jézusnak 7 szava volt a keresztfán, az első mondatával Jézus imádkozott azokért, akik tényleg nem tudták, hogy itt mi folyik, római katonákért, emberekért, akik őt talán most látták először, Atyám, bocsáss meg nékik, nem tudják, mit cselekszenek. Amikor a két lator először szidalmazta Jézus, mert mind a kettő rátámadt, hogyha te Isten fia vagy, akkor ments meg magadat és minket is. De amikor a jobblator látta és hallotta Jézus magatartását, odaszólt a ballatornak és azt mondta, hogy miért szidalmazzuk őt? Hát mi méltán függünk itt a keresztván, de ő ártató. És odafordul, és ez a pillanat, amit Munkácsi itt megragadott. Most tesz erőfeszítést, hogy odaforduljon Jézushoz, most nyílik meg a szája. Uram, emlékezzél meg én róla, amikor eljössz a te országon. Tehát ő már tudott Jézus második eljöveteléről, hallott a tanításaiból, és azt mondja itt a jobblator, hogy én elrontottam az életemet, most már nem is tudom helyrehozni, az életem utolsó óráinál vagyok, de bocsáss meg nekem. Te, aki meghalsz életem, és látom, hogy te ezért jöttél a világon, hogy minden emberért meghalljál, bocsáss meg nekem, én megbántam az életemet, megbántam ezt a sok rosszat, de most már nem tudok mit tenni, fogadd el a bocsánat kérésemet, mint cselekedetet. És Jézus a szívébe látott, mert azt válaszolta neki, hogy bizony mondom neked ma, velem leszel a paradicsomban. Én a mai áldozatomra való tekintettel mondom, amiben te hiszel, hogy érted is eljöttem, minden emberért eljöttem. Amikor majd eljövök másodszor, ott leszel az örök életben, visszaadom az életet örök életre, mert a második eljövetelekből lesz az igazak feltámasztása a Biblia szerint. Tehát a jobblator még ezt is tudta, ma keresztények sem tudják, hogy Jézus második eljövetele csak az igaz halottak feltámadása, a gonoszok akkor nem támadnak fel. A jobblator mellett van még egy másik kulcs szereplő, a római százados. A római százados, hogy föltekint a keresztfára, azt mondja, ő bizonyal Isten fia volt. 2 ember, de összesen csak 2 ember ismerte el Jézust. Egy köztörvényes bűnöző és egy pogány százados, mint Isten küldöttének. A zsidó nép vezetői tagsága mind csalónak nyilvánították ezekben a pillanatokban Jézust. A ballator fekete szakáll, fekete hajzat, fekete ruha, nem oldalt néz, nem Jézus felé, előre néz, kemény, konok tartás ez, és azért rendkívül jó érzékel, azért teszi ezt Munkács, hogy kötelékekkel még oda kötözi, mert nem tudja, hogy egyszerűen kell tudni, hogy a keresztre feszítés hogy történt. Nem függőlegesen történt, hanem letették a kereszt 2 szárát, ráfektették az elítéltet, és ott fogtak egy ilyen 10-es százas szöget, nem itt a tenyérben, ez rosszul ábrázolják a festők, hanem itt a csont alatt, tehát itt a fővetverőjét nem megsértve, hogy maga a csonthozat tudja megtartani, mert ha itt verték volna, hát ez leszakítottan volna. Tehát ez egy helytelen ábrázolás,
de hát ebben munkácsi előtt is már 6-700 éve osztoztak meg. Mind a mai napig félkezemben nem tudom számolni azt a festőt, aki ennek utána járt, hogy nem lehetett átverni, mert ezt egy-két óra leszakított, ahol az egész testet így vették el. Itt, ahol a csontok között van hely arra, hogy egy szög belefújódjon. Ez az ember azonban nem fogadta el az elítéltetését. És ha valakit rátesznek a keresztfára, és mindig fölpattan, az hogy szögezik oda? Először le kell pötni. Ez az ember ezért van lekötve. Munkács ennek is utána jár, és jó, hogy utána jár. Ezt is meg tudom számolni a félkezemben, hogy kiábrázolja így. Pedig ez egy egyszerű dolog, és ennek utána is lehet járni, mert a jobblator belátásra jutott a ballatornak. Jézus mehet jobbra és balra az emberiség két képviselője. Mindannyian elkövetünk bűnöket az életben, a jobblator is elkövetett, de megváltott. Lehet, hogy a ballator nem is követett el olyan nagy bűnöket, de nem váltott. Most ez az, ami embert embertől megkülönböztet, nem az, hogy hány bűnt követel az egyik, hány bűnt a másik, azt úgy sem tudjuk számon tartani, mert olyan sokat elkövetett. A bűnökhöz való viszony az, ami az embereket két részre osztja. Bizonyos emberek fájlalják a rossz dolgaikat és megbánást tanúsítanak ez a jobblator. Más emberek meg igazolják a bűnöket, és azt mondják, hogy nekem ez jogom volt, hogy ne szóljanak bele az életemben, én azt csinálok, amit akarok. Ez az emberiség két osztálya, a harmadik nincs. Vagy szembefordulsz a rossz dolgaiddal, vagy pedig mentegeted a rossz dolgaidat. Vagy megszabadulsz a rossz dolgaitól, hogyha sokat fordulsz szembe, a csúfnak látod, ha visszataszítulnak, ha megtanulod a bűneidet gyűlölni, akkor megszabadulhatsz a bűneidől. Ha a bűneidet igazolod, akkor a bűneid a magad éjjel marad. Ez az emberiség két csoportja. Nézzük Jézust! Jézus megfestése egy nagyon szabályos, reneszánsz kortól fogva már nagyon erőteljesnek, izmosnak rajzolják meg, festik meg ezt a fél aktot, ugye a szemérendesre takarják el ezzel az ágyékötővel. Jézus lelkileg, de testileg is tökéletes életet élt, tehát 33 és fél éves volt, tehát illő így ábrázolni, ő a testi törvények ellen sem védkezett, ő egészségesen él, amely életet adott, annak az életnek nem kellett volna oda lennie. Jézus visszamentett volna a mennybe, mert hiszen ő bűnt nem követett el. Azért halunk meg, mert a bűn zsoldja, a halál, mondja a Biblia, tehát a sok-sok rossz dolog miatt, amit elkövetünk, az épít le bennünket. Jézus semmi nem építette le. Jézus visszamentett volna mennybe, de ezért tetett Jézus az egyedüli megváltó, mert neki nem kellett volna meghalnia. Ő azért adhatta az életét, mert rendelkezett az életével, neki nem kellett volna a bűnei miatt meghalni, a saját személyes bűne nem volt. Munkács egyébként olasz és spanyol zsidókat alkalmazott statisztaként, még nem volt megelégedve a Jézusra kiválasztott emberrel, úgyhogy magát is felkötöztette ide a keresztfára, és lefotóztatta magát, mint a többieket is. És itt Krisztushoz az egyik modell a saját maga fotója volt. De menjünk közel az archoz. Jézusnak 7 szava volt a keresztfán, 7 szava. És Munkácsi az egyik szót adta meg ennek a festménynek a címeként. Tessenek most kitalálni, hogy melyiket. Jézusnak az első szava ez volt, hogy előbb említettem, atyám, bocsáss meg nékik, nem tudják, mit cselekszem. A második szava ez volt, hogy bizony mondom neked ma, vele lesz a paradicsom. A harmadik szava ez volt, hogy imbol a te anyád, imbol a te fiam. A negyedik szava ez volt, hogy éli, éli, lamma sabachthani, én Istenem, miért hagytál el engem? Általában a festők ennél szokták ábrázolni a negyedik szónál, de akkor nagyon szenvedésteljesen mutatják az arcot. Itt azt látjuk, hogy a szenvedés itt van az arcon, főleg a megnyíló száj és az egész arckifejezésen,
De maga a két szempár, hogy majdhogy nem visszintesen fordul az arc, és fölfelé tekint, mintha valami számadásról lenne szó. Mint arról lenne szó, hogy atyám, én elvégeztem azt, amiért te küldtél engem erre a földre. Tudnék, az ötödik szó ez volt, hogy szomjúzom, a hatodik szó pedig ez volt, beteljesedett. Elvégeztetett, meglett. És a hetedik szó ez volt, atyám, a te kezedre teszem az életem. A hét szó közül melyikre tetszem egy szavazat? Beteljesedett. A beteljesedett latinul consummatum est, Munkácsi ezt adta a két színének. Később, ahogy vitték Európa fővárosaiban, hát nem akartak ilyen latin címet, hogy consummatum est, ugye ez, hogy beteljesedett. Párizsban még tutet accompli volt, ez franciául még beteljesedett. Német területen es ist vollbracht, az a beteljesedett. De Munkácsi mondom a latin címet adta, hogy consummatum est. Ezért aztán megváltoztatták, és német nyelvterületen Golgotának írták a címet, angol nyelvterületen meg Kálváriának, Calvary-nak. De ezen a Jézus arcon inkább ez a győzelmi kiáltás van, mert tudnék, mire vonatkozik az, hogy beteljesedett. Isten 4000 évvel ezelőtt azt mondta Ádámnak és Évának, hogy ti elfordultatok tőlem, az Istentől, de én majd küldök valakit, aki ugyancsak asszonytól fog születni, és a kígyó fejére fog taposni, és a kígyó viszont a sarkába fog marni. Ez az ősevangélium, 1 Mózes 3.15, ez az ősevangélium, ez teljesedett. Mert eljött valaki, asszonytól született, ugyanolyan emberi életet élt, mint hát Jézusnak is volt édesanyja, nem a mennyből jött közvetlenül. A kígyó fejére tapos. Ez mit jelent? Jézus hogy győzte a bűnt? Nem követte el. Nekünk is így lehet legyőzni a bűnt, nem? Nem kell szóválni vele, nem kell elkövetni. Az a győzelem, ha nem teszünk rosszat. Jézus soha nem tett rosszat. Erre mondja a szükbeteljesen. Például mutatok az embereknek, hogy az én erőmmel, ha hisznek bennem, ha hisznek az én küzdelmemben és tapasztalatomban, és ezt hittel kérik tőlem, hogy az ő tapasztalatok is legyen, akkor ők sem fognak rosszat elkövetni. Tehát a bűn feletti győzelem, ezt jött Jézushoz, mint nagy ajándék mindannyiunk számára. Ha valaki ebben hisz és Jézus kéri segítségül, Jézus a hétköznapokban segít, hogy le tudjuk győzni az indulatot, le tudjuk győzni a sértettségünket, le tudjuk győzni a haragot, a gyűlöletet, a minden, tehát minden, mert Jézus keresztében ott van az erő, hogy mi, akik hiszünk, nekünk Isten erje. Ebből azonban János apostol most még nem sokat élt, le van taglózva. Nem önmaga, szinte fél volt a nálunk. Nem tud mit kezdeni, hogy ő szeretett mesterét megölik. Hogy lehetnek ilyen gonoszok az emberek? Miért teszik ezt vele, hogy aki mindenkivel jót tett, azt megölik? Alig kell, hogy csak egy negyed profilból ábrázolja Munkácsi, de látjuk, hogy ez az ember, ez szinte nincs önmagánál, annyira fáj neki ez az egész dolog. Ugyanezt lehet mondani a Mária Magdalénára, vagy Magdaléna Máriára is. Ő is a tenyerébe temeti az arcát, még kinagyítom, hogy sem látni, hogy milyen gonddal fest meg itt Munkácsi minden egyes kis mozdulatot, mert őt emelte ki a legmélyebbről Jézus. Nagyon elveszett életet élt, és Jézus hétszer ment utána, hogy megszabadítsa a gonoszság kezei közül. Betániában látta meg a napvilágot Mária, de Magdalába ment, és ott árulta a saját testét, tehát prostituáltat, és hát, hogy mennyire nem szabad ítélkezni senki fölött sem, Mária Magdaléna Bibliában örök példája azoknak, akik nagyon mélyről jöttek föl, mert szerették Jézust, mert hálásak voltak neki, hittek benne, és ez a hit erőt adott neki ahhoz, hogy kijöjjenek ebből a mélységből. Az édesanyja is nagyon fájdalmasan
borul oda a fiának a lábához, szinte azt mondhatjuk, hogy ő is, mint a halál küszöbére sodródna, annyira fáj neki a fiának az elvesztése. Ezért ennek a hármas asszonycsoportnak, Mária, Magdalai Mária, Mária Kleofás felesége, mondja János evangélista, de én a két szereplő között önmagában is leírom, összefüggést érzek, mert Máriának ki volt a testvére, akinek betért az otthonába Jézus, akinek volt még, ennek a két lánynak volt még egy testvére, fiú testvére, Lázár, aki feltámasztott a halálból. Tehát én azt mondom, hogy ez Mária Magdaléna, ez pedig Márta. Márta, Márta, szorgalmas vagy, sokra igyekszel, de Mária jobbik részt választotta. Serény, dolgos, szorgalmas Márta volt, aki azonban hibát követett el Betániában, nem Jézust hallgatta, hanem a konyhában serénykedett, ezért fette meg őt Jézus ilyen türelemmel és szelítséggel, de most ez a Márta felismeri, hogy Jézus valóban miért jött a világra, hogy amiért nekünk kellene meghalnunk és szenvednünk, azt ő vegye magára. Mert az emberiség megváltásának csak egy módja lehetett, a helyettesítés. Hogy amivel mi tartozunk és nem tudjuk megfizetni, mert annyi sok az adósság, ugye a bűnadósság. Azt Jézus magára vette, azonosult azzal, az Isten bárány, aki magára véve felveszi a világ bűneit. Újjongó kéztartás és szép tárt karok és csodálatosan kinyíló arc az én megváltó, aki értem eljött, hogy értem személyesen is meghalljon, de mindenkiért odaadta az életét. Ő, akinek nem kellett volna meghalnia, mert ártatlan volt és tökéletes életet élt, most ő adja az életét, hogy lássuk, hogy ki szeret bennünket, ki az, aki szeret bennünket, aki belevesz a rosszba, a bűnbe, sárkán szeret bennünket, vagy aki azt szeret bennünket, aki az Isten életét sem sajnálja, mi értünk. Milyen megdöbbentő, hogy itt van Mártának a jobb keze, és milyen éles ellentét ez a közönös, közömbös, kicsit a flegmatikus nézés. Hát ez a hóhér olyan, hogy tegnap is kellett valakit föl kellett feszíteni, holnap után is valakit, tehát teszem a dolgomat. Most megyek haza, viszem a létrát, a szekercét, az eszközöket, megyek haza, nekem ez a dolgom. Innen kezdődik, tehát akik boldogságnak tartják Jézusnak a halálát. A legközelebb ő van itt az ember tömegből Jézushoz, de semmiben nem hat rá. Ez a fiúcska legalább lelkendezik, ámuldozik, tehát ez egy felszínes valami ez az ámuldozás. Ha most közel megyünk a tömeghez, a tömegben kifejezéstelen arcok vannak. Ők bolondságnak tartják Jézus halálát. Mit érdekel engem? Mit segít ez rajta? Ma is sok ember azt mondja, hogy miközött hozzá 2000 éve ezt csinálták, talán akkor gonoszak voltak, vagy sokan a zsidókat bántják, pedig hát nem csak a zsidók feszítették keresztre Jézust, a római helytartó a követően világ képviseletében is beleegyezett. Tehát ők bolondságnak tartják, nem foglalkoznak el. Itt jön már a nehezebb csoport, akik megbotránkoznak. Főleg itt egy nagyon harsányan megbotránkozó ember, ki is tanítom. Úgy néz fel Jézusra, hogy lenézi. Lenézi. Hát ez nem megváltó, ez csaló, mondja a zsidó nép vallási vezetője. Elutasító mozdulat, csaló, ő nem lehet a megváltunk. Tudjuk jól, hogy a zsidó nép mind a mai napig várja a megváltunk. Félelmetes munkácsi portréhez. Az a vallási büszkeség, az a vallási dőf, amivel vallási vezetők magukat teszik mércének, mintha az embereknek az lenne a legfőbb feladatuk, hogy vallási vezetőket kövessenek. Ne is Isten, hanem a vallási vezetőket. Mögötte persze ott vannak ilyen csöndesebb megbotránkozó emberek is, így a fél homályba merítve. Egész más, aki bolondságnak tartja, egész más, aki megbotránkozik. Itt van a két fő megbotránkozó. Őket Munkácsi külön is megfestett egy ilyen nagy álló festményen, két zsidó embert kérte egy párizsi zsinagógában, a rossz nyelvek azt mondják, hogy akkor
Munkácsi nagyon sokat járt a zsinagógákba, de nem azért, hogy ami ott folyik, azt érdekelte volna, hanem arcokat keresett, modelleket keresett. És én, hogy amikor a festménnyel még nem láttam ezt a hármas tagozódást, nekem a szikrát az patintotta ki, hogy megnéztem ezt a két ember külön is, le vannak fotózva, meg vannak festve, és alatta pedig ott van Munkácsi, hogy milyen címet adott ennek a két embernek. Mint egyszerűen gondolom, hogy hogy nevezte őket. Azt a címet adta ennek a két embernek, hogy megütközte. Megbotránkozva. Mert ő a harsány megbotránkozó, ő viszi a szót, ő a csöndes megbotránkozó magával többen, de lehet látni, hogy ők már egész másról beszélnek, már mennek hazafelé, talán valami esti programról esik egy szó. Megvannak döbben és azt mondják, mi ezt lezártuk ezt a dolgot, ez a Jézus egy csaló. Csaló. Semmi más. Én magamnak hiszek. Én mennek hiszek. Nem lehet megváltó az, aki két ösztönvényes bűnöző között végzi a keresztvált az életét. Most már látjuk az ötödik megbotránkozó embert. Most jön a hatodik. Mert sokféle módon botránkozik meg az ember. Nem tudom, hogy tetszene tudni, hogy ez az érdekes magyar szó, hogy megbotránkozás, vagy hogy mondjuk ezt más, hogy megütközés, hogy ez a Biblia eredeti nyelvében az a szó, hogy skandalon. Melyik magyar szó származik ebből? Skandaló. Tetszettek hallani? Skandal. Ez egy nagy skandalon. Tehát a szó szerint a skandalon annyit jelent, hogy elesés. Valaki megbotlik valamibe és elvágódik. Tudnék, a Biblia azt mondja, hogy a megbotránkozás az az, amikor az ember valamiről hírt szerez, de az annyira nem egyezik az ő felfogásával, hogy azt elveti. És megütődik azon is, hogy lehet ilyesmit mondani, amikor én ezzel annyira ellentétben állok, ez a megbotránkozás. De itt ez a megbotránkozás micsoda? Ha kinagyítjuk, mi van ezzel az arcon? Önöknek mi jut eszébe, hogy minek festette meg Munkácsi ezt a képből képet és szinte kifutó szereplőt? Egy ilyen embernek, aki így fest meg a művész, mi állhat a fejében? Nem tetszene észrevenni azt, hogy ez az ember lehet, hogy már találhatott kaptot. Lehet, hogy már lelkiismeret egy kicsit vált. Lehet, hogy azt mondja, hogy ebben van valami, de nem megyek szembenézni vele. Szóval van olyan megbotránkozás, kihajét nem, van ilyen megbotránkozás, és van ilyen megbotránkozás, hogy az emberek már a lelkiismerettől vádoltatva, de szembenézni még nem akar már a valósággal, kitérnek dolgok elől. Munkácsi nagyon nagy emberismerő volt, nagyon nagy tessék megnézni azért ilyen portékat ábrázolni. És most jön a legfőbb porté. Mert Jézus mellett a másik nagy főszereplő most már a harmadik csoporthoz viszel bennünket. A harmadik csoportnak ezt a képviselőjét aranylovasnak nevezzük, mert egy ilyen szürke fej karipán ül, megfogja a pantát, megállítja a lovát. Itt megtámaszkodik a tomboránál, megáll. És azt mondja, hogy most nem megyek tovább. Mi is történik? És szembenéz Jézussal. A ruhák és a tisztaság, az igazság szeretetet jelző fehér, itt ezeket a magyar színű ruhadarabok még inkább kiemelik a fehérnek a fehér voltát. És ez az ember, menjünk hozzá még közelebb. Ez az ember, ezzel az emberrel Munkácsi örök példát akart állítani, ki a hívő ember. Az a hívő ember, aki gondolkozik. Az a hívő ember, aki komolyan gondolkozik. Aki kimeri mondani, hogy nekem kellene ott lenne a keresztvál, hiszen
Ha igazságosak vagyunk, akkor mi emberek a sok rossz dologért, amit elkövetünk, nekünk lenne ott a helyünk, nem ennek az ártatlannak. De hogy összevonja a szemöldökét, az a szigorú felnézés, hogy végig gondol dolgokat. Kedves hallgatók, hitre csak az fog jutni, csak az abból az emberből lesz hívő ember, aki végig gondolja a dolgokat. A hit az nem hiszékenység, a hit az nem hagyománykövetése, a hit az nem szokások követése. Az igazi hit az a komoly, mély gondolkozás utána járó valaminek, meggyőződöm róla és ráteszem az életemet. Ez a hit. Sajnos kevés hívő ember van azért, mert kevés a gondolkozó ember. Mert aki gondolkozik, az előbb-utóbb eljut a hithez, mint ez az ember is. Nem zsidó ember, nem hallott talán még Jézusról sokat, de maga ez a jelenet, ez az esemény, ez mélyen elgondolkoztatóvá teszi, és ez az ember hitre jut. A Mária, hogy a kezeit összekulcsolja, a fiatal ember, hogy álmélkodik, a farizeus, aki lemondulak, csak azért vetítem, hogy tessen rám, hogy ez a mitumen alap, ez a fekete, és erre a feketére dolgozza rá a színeket, Munkácsi. Ezért élnek annyira a színek, mert a feketéből jönnek elő, és kontrasztosan emelkednek ki. Az egésznek különben az alattomus, ez a sötét fekete, több helyütt látjuk, hogy ez a fekete tónus előbb ezt a kernél a kéznél ezt nagyította ki. Kedves hallgatók, amikor ezt John Wanamaker, egy amerikai milliárdos meglátta ezt a festményt, ott volt persze a másik kép is a Krisztus Pilátus előtt, de ezen a festményen elkezdett sírva fakadni. Amerikába vitt át Zédelmeyer már a két festményt, 1888 a fiú, 4 évvel a festmény megszületése után. Felajánlott a Zédelmeyer magyar egyházaknak is, de nem kellettek a festmények. Felajánlott a magyar államnak is, annak se kellett. És úgy gondolt az Zédelmeyer, akkor elviszem oda, ahol a legtöbbet adnak ilyenét. Egyrészt már Amerika nagyon gazdag volt, másrészt meg Amerikában szabad vallásgyakorlat volt, és szerették a bibliai tárgyú műveket. És ez a John Wanamaker egy protestáns ember volt, de ezért a festményért, és ez valódi szenzáció. Soha festő életben nem kapott ennyi pénzt, mint Munkácsi és Zédelmeyer. Ez mai pénzre átszámítva 6 milliárd forint. 6 milliárd. Tehát sem Leonardo da Vinci nem kapott ennyit életében. Ugye a halál után mi történt, abból ő már nem sokat látott. Halál után többre értékelték, ma is többre értékeljük Leonardo-t, vagy Michelangelo-t, vagy Rembrandt-ot. De élő állapotban festő ennyit nem kapott a képét. De azt mondjuk, hogy jogosan. Ez két festmény, nem egy. Az egyik festmény maga a megváltás. Maga Krisztus áldozata. A másik festmény az embereknek ehhez való hármas viszonyulása, akik bolondságnak tartják, akik megbotránkoznak rajta, és akik hisznek, mint az arab lovas, mint a római százados, mint a jobblator, mint Márta, ez a 4 hívő ember, ők most jutnak a hitre, ők már régebben is szembesülhettek Jézussal, de ezeknek a fő alapja az arab lovas. Mint kicsit mulatságos anekdotát hadd mondjam el, hogy Munkácsi körülbelül 30 portrét ábrázol, de van itt egy ló is. És egész Párizsban nem talált Munkácsi szürke tejlovat. Teljesen kétségbe volt esve. Már külön megfestette ezt a lovat így, de nem sikerült a ló ábrázolása, hogy Munkácsi mindig kötődött ahhoz, hogy szerette látni a modelleket élőben. És már teltek múltak a hónapok, egész Párizsban nem talált szürke pejparipákat. Egyszer megy haza a műterméből, omnibuszon megy, egy nyitott omnibusz, és a Champs-Élysées meglát egy szürke pejfogatot. Na akkor leugrik a omnibuszról, minden közlekedési szabályt áthágva, odaszalad haza. Batárhoz egy hölgy ül benne, szabadkozik, hogy ő nem őrült, festő, magyar festő, adja neki a szürke pej lovait két lapra, kölcsönő, abrakoltatja, kivizeti a pénzt is,
Na nagy nehezenben már jönnek a rendőrök, hogy most mi van itt nála az egész forgalom. A hölgy átadja a munkácsinak a két szürke fej, az udvarán tényleg ott ellátatja a lovakat, és Munkácsi nekiáll, mert még ez a szürke fejből is beszél. Mert hiszen ezt állítja meg. Nagyon egyé for vele ez az arab lovas, hiszen lehet látni, hogy egy gazdag ember. De a gazdag emberekből is lehetnek hívő emberek. Nem szegénység és gazdagság kérdés, hogy ki hívő, ki nem. Abból lesz hívő ember, aki gondolkozik. Aki a kérdéseit fölteszi, aki a kérdésekre 100%-os válaszokat vár Istentől, lehetséges ilyeneket kapni. Ezért a festménynek valóban Krisztus és a fehér látékötő által még jobban kiemelt Krisztus mellett a fehér ruhával kiemelt haraglovas a másik központi alakja. Tessenek most megnézni a trilógiát, amelynek első darabja 1881-es, második darabja 1884-es, és a harmadik múltkor látott darabja az Egyszer Homo 1896-os. Tehát időrendben 1, 2, 3. De már minden ez a német alul is honnan ezt lefotóztattam, minden kiadvány a tematikus rendet követni. Jézus első kihallgatása a Pilátus előtt, Jézus második kihallgatása a Pilátus előtt és a Golgota. Nézzük meg most újra a képeket, én nem beszélek, tessenek elmerülni a látványban, és ha bárkinek kérdése van, fel lehet tenni. Jó lett volna, hogyha ez a szín maradt? Nem, ugye? Túlságosan be lehet beleolvadni. Tehát itt változtat, hogy ő teljesen fehér színű legyen.
lehet kérdezni hozzászólni. Keresztel János ekkor már több mint egy éve vagott. A Keresztel János rokonságban volt Jézussal, ő meghalt, és a 12 tanítvány között a legfiatalabb volt János. És Márk evangélium a 7. fejezet elmondja, hogy milyen volt ő a szeretett tanítvány. Azért, mert hogy hallotta Jézust tanítani, beszélni, mindig önmagára is vonatkoztatta a szavait, és megdöbbent azon, hogy ő milyen távol van Jézustól, de azt is érezte azt, hogy Jézus nem azért jött a világra, hogy azt fejezze ki, hogy milyen távol vagyunk őtőle, hanem azért jött a világra, hogy fölemeljen önmagához. És ezért Keresztelő, illetve János apostol mindig elevenen kérdezett és viszonyult Jézushoz, és ő volt az, akinek Jézus a legtöbbet adhatott, mert a legnyitottabb volt. És ő volt az, aki a Jézus szeretetét a leginkább viszonozta is. Tehát ezért egyszerre mondjuk őt a szeretet tanítványnak és a szeretet apostolának, ez utóbbit azért, mert Jánosnak 5 könyve van benne a Bibliában. Van benne az evangéliuma, a jelenések könyve, mert azt is ő kapta azokat a látomásokat Pátmos szigetén, és van benne 3 levele. És a 3 levélben mindegyikben olyan mélységes dolgokat mond el a szeretetről, csak egyet említsek, hogy ő fejti ki a Bibliában azt, hogy szeretetről csak akkor beszélhetünk, ha igazságos szeretetről beszélünk. A szeretet nem egy kedvezés, nem egy részrehajlás, hanem a szeretet az egy felelősségvállalás a másik ember, egy törődés, és ahol a szeretet nélkülözi az igazságot, akkor mind szó szeretet. Ma sokat beszélnek az emberek a szeretetről, de nem a szeretetről beszélnek, hanem valami elvtelen jókofaságról, ezt nevezik szeretetnek. Az igazi szeretet az egy cselekvő és megmentő erejű szeretet, hogy szeretem a lényedet, de nem a bűneidet együtt. Én úgy szeretlek téged, hogy te szembeforduljál a hibáiddal vagy a rossz tulajdonságaiddal. Tehát ez János apostol fejti ki, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük az Istent, abban van a szeretet, hogy Isten előbb szeretett bennünket, de nem a bűneinket. A bűneinktől akar megszabadítani az Isten, a bűneinket nem szereti, a bűneinket gyűlöli az Isten, bennünket szeret az Isten. Isten ketté választja bennünk a bűnt és a bűnöst. János apostol mondja ki azt, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és a valósággal. Nem az a szeretet, amikor beszélünk a szeretetről, amikor teszünk a másik emberért, de igazságban teszünk. Tehát ha meg akarjuk ismerni János, én az első levelénél javaslom. Tessen kell olvasni János első levelét, aztán a második, harmadik levelét, aztán az evangéliumát, és hát a végén majd a jelenések könyvét, mert ő túlélte az összes tanítványt, tehát ő volt a legfiatalabb. Itt körülbelül 20 éves körül lehet, és ezután körülbelül olyan 65-70 évvel ezután kapja a Pátmos szigetén a jelenések könyve jövendőléseit a mikorunkról is, akkor olyan 90 éves lehetett már János apostol. Ő követte tehát végig Jézus életét, Péter Kajafás udvarából kifutott, amikor átkozódva esetőzve megtagadta a Jézust a szolgálólány előtt, a többi tanítvány pedig már előtte elmenekült, mint a Getsemáné kertben, amikor Jézust elfogták. János volt az, aki végig követte Jézust. Ezért minden képzőművészeti feldolgozáson itt áll János joggal, mert hiszen Jézusnak még arra is volt gondja, hogy az édesanyját Jánosra bízza. Hát ezért így a János és Mária elválaszthatatlan a keresztre feszítések jeleneteinek a szereplői közül. Köszönöm, tessék másik. És utána valóban együtt éltek, mert én azt olvastam, hogy 100 éves korában halt meg János,
és megásadta a saját sírját, belefeküdt és meghalt. Én ezt olvastam. Hát ezek már a legendák körébe tartoznak, de az biztos, hogy János Nyitán Pátmos szigetéről menekült, illetve visszajutott, Efézusba telepedett a Máriával együtt. Most Efézusban mutatják a sírját, meg a kegyhelyeket, de ezek ellenőrizhetetlen hagyományok, hiszen 1900 évvel ezelőtt pontosan mi volt, azt már nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy János ezután, azt a Biblia mondja, hogy magához vette Máriát. Mert abban az időben, ha egy asszony egyedül maradt, vagy megözvegyült, vagy elveszítette a fiát, mert Jézus aztán a mennybe ment, akkor általában egy idős asszonyt férfira szoktak bízni, egy férfi családtagra, vagy egy férfi baráti körből származó valakire. János annyira közel volt Jézushoz, és ennyit kellett mondani, hogy imbola te anyád, imbola te fiad. Csak ennyit kellett, már mindenki tudta, és ők maguk legkivált tudták, hogy ezután ők együvé fognak tartozni. Igen, Efézusban körülbelül a századik év körül hallhatott meg. 95-96-ban kapta Pátmos szigetén a Jelenések könyvének a 22 fejezetre terjedő hatalmas kijelentéseit. Ott az elején a vádlat, ami volt, itt a katona helyén egy női alak van, nem? Úgy néz ki. Mintha egy nő lenne, még a akkor. A színvázlaton. Itt. Nem, ez ugyanúgy van, csak más ruhában. Kicsit nőiesen ruhában is. Mivel ilyen fejlődik, mondjuk egy női szoknya, csak hát ez egy a római fiat, a vörögök is ezt a kitot viselték. Hát így tekintettük át Munkácsi három festményét. Ezt a háromat Munkácsi soha nem láthatta együtt. Viszont egy magyar festő ezt látta, és 20 év után megfestette azt a festményt, amit 4 hét múlva fogunk elemezni, és ez Csontvári. Csontvárinak a fohászkodó üdvözítője ide mélyezti a gyökereit, és el három Krisztus kép után Csontvárinak a fohászkodó üdvözítője a mi festészetünk leghíresebb Krisztus ábrázolás. Ez Pécsett van a Csontvári Múzeumban, úgyhogy 4 hét múlva az lesz a tár, ezzel fejezzük be ezt a rövid sorozatot. Ugye elindultunk MS-mester Zicsi Munkácsi Csontvári. Budapesten látta ezt, mert 1885-ben ez a kép és ez a kép ki volt állítva Budapesten. Munkácsi akkor eljött Magyarországra, abban az évben jött el ide Miskolcra, és megcsináltatta a szüleinek a síremlékét. A Miskolcon, a belvárosban tetszenek járni. Van egy Mindszenti temető. Ez a megyei könyvtár mögött van. Ha bemegyünk egy 50 méterre balra, egy gyönyörű, fekete, nagy márvány síremlék van a Munkácsi szülőknek, a Lib szülőknek készítette Munkácsi Mihály, aki hát a szüleit 8 és 9 éves korára veszítette el, nagynényén is elveszítette, aztán a nagybácsikája asztalos műhelybe, asztalos mesterhez adta, és egy vándorfestő Szamosi Elek figyelt föl a tehetségére, ő küldte Pestre a Nemzeti Múzeumba, onnan már aztán Bécsbe küldték, Münchenbe, Düsseldorfba, és Munkácsi pályája folyamatosan emelkedett, de soha nem felejtette el, ekkor már a világ hírnév csúcsán van, ez a csúcsot tovább tartja, és ekkor van már leáldozóban a csúcs, ugye 18 év ez a háromkép, ez 1878-ban foglalkozik vele először, ez pedig 1896-ban, tehát így hozok ki a 18 évet, hogy 1878 és 90 között jószerivel sok mindent festnék természetesen emellett is, de ez a fő feladat ennek a három festménynek a létrehozása, de 1896-ban már beteg Munkácsi és
Ugye mondtam múltkor, hogy amikor bemutatják az egyszer múlt Budapesten már rosszul lesz, elviszik Bábenbe, hogy úgy kezelni Ausztriába, utána Németországba, és 4 évig agonizált az a szerencsétlenben. 52 éves korától 56 éves koráig haldoklott. 56 éves korában 1900 május 1-én halt meg Munkácsi. 650 festményt festett, ebből a felét ismerjük csak. Miért? Mert nem múzeumot vásárolták fel, hanem rendelésre készült, műgyűjtő, gazdag emberek, arisztokrata, nemes, európai, nyugat-európai, amerikai emberek. 300 van magántulajdonban, 300 Munkácsiként. És ezek csak akkor fognak kiszabadulni, hogyha az örökösök eladják. Amerikában van 100 kép, Franciaországban, Németországban 200, Magyarországon 350, ezek közül a Nemzeti Galériában a tulajdonában van több mint 100, a Pák Imre gyűjtemény az is már 60-70, és ha Békés Csabára el tetszenek menni, mert ez a város ápolja legjobban Munkácsinak az örökségét, Békés Csabán 2 múzeum is van. Van a Munkácsi Mihály Múzeum, és van a Munkácsi Mihály Emlékház, 300 méterre van a kettő egymástól. Mind a kettőt érdemes megnézni. Havonta 2 előadást tetszenek hallgatni most tőlem, most már nem a Magyar Televízió, mert ugye most átszervezték. A Duna TV adja egy hónapban egyszer a Biblia Magyar Költészetben és a Biblia Magyar Képzőművészetben. Ahol ezt tetszenek látni, ott én lennék a műsorok mögött, és hát eddig 30-40 ilyen előadás ment az elmúlt években. A TV szerzett forgatási jogot, ők kivonultak Debrecenbe, tehát például a Golgotát is elég szépen úgy TV-kamerákkal végig pásztázták. Mi júliusban nem tudunk elmenni, mert még Kanadában van az első festmény, hogy októberben mikor megyünk, tessenek figyelni a www.oltalomalapítvány.hu honlapon, tehát Oltalom Alapítvány, ott meg szoktuk hirdetni, az Zalafaluba valószínűleg májusban fogunk elmenni. Van-e más kérdés? Mert ha nincs, akkor megköszönöm a figyelmet. 4 hét múlva zárul a sorozatunk. Hátul van nagyon nagy könyvválaszték, testnek megnézve, mi minden van. Egy kis szerényen választék itt is van. Tessenek körbenézni, mert ezek időtálló művek. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen!